Bemutatkozott Yumi. Volt robotfoci, valamint kincskereső és virtuális valóság is a kutatók éjszakáján Nagykanizsán. A Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ ezúttal is csatlakozott a 2005-ben útjára indult európai kezdeményezéshez. Tavaly elmaradt, idén ezért egy még komplexebb estre várták az érdeklődőket a Pennen. Az első kezében egy káliumjodát és kénsav oldat van, beleönti a középső oldatba, ami hidrogénperoxidot tartalmaz. Még Yumi, a robot is segített a kísérletezésben. Célunk volt az, hogy a természettudományt és az informatikát egy kicsit összekössük, és tudjuk azt, hogy a gyerekek nagyon szeretik a különböző érdekes és látványos kísérleteket, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy a Yumi fogja számunkra megoldani ezt a kísérletet, úgyhogy úgy vettük az akadályokat egy oszcilláló reakció segítségével, amikor is szintelen, sárga, majd kékszínű folyadékot kaptunk. Yumi összeöntötte a reaktánsokat hozzá, és a mágneses keverő pedig előállította számunkra azt a színváltozást, amit szerettünk volna látni. Természettudományok, az informatika és a turizmus. Ezen területeket kötötték össze a pénteki programon. A mindig népszerű robotfoci mellett a kiterjesztett valósággal, modern kincskereséssel, földrajzi feladatokkal is várták az érdeklődőket. Régóta készültünk, mert a tudomány érdekli, vagy hát most kezd olvasni, utána 13 éves lesz a kisfiunk holnap, és ezt szerette volna kérni, hogy hát a, úgymond a jövő generációja hol tanul, hol szerzik meg ezt a kitűnő képességeket. A kutatók éjszakáját minden évben szeptember utolsó péntekén tartják világszerte. Nagyon jó programnak tartom mindezt, hiszen az a célja, hogy fiatalokkal, idősebbekkel egy kicsit megismertesse a tudományt, a tudományos dolgokat közelebb hozza. Ezért is törekszünk mi is mindig arra, hogy nem a magas tudományos dolgokat mutatjuk be, hanem azt, ami kézzel fogható, akár a kísérleteknél, akár a virtuális valóságnál. Olyan dolgokat mutatunk, amit egy kis rákészüléssel, kis tanulással tulajdonképpen bárki meg tudna csinálni az otthonában is. Másik oldalról pedig természetesen azért egy fontos küldetésünk itt Nagykanizsán, hogy mi, mint egyetem megjelenjünk, tudjanak rólunk az emberek. A Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ munkatársai pedig a kampusz nevéhez hűen a feladatokba is belecsempészték a fenntarthatóságot.